Az Úristen álmot bocsátott az emberre, amikor elaludt, kivette az egyik oldalon, csontját a helyét hússal töltötte ki, és azután az Úristen az emberből kivette oldalcsontból, megalkotta az asszonyt, és őt az emberhez vezette. Egyébként ez melyik napon történt, atya? Ez most felmerült hirtelen, most, hogy kérdezem. Ez már nem a hatnapos teremtés. Ez nem a hatnapos, ez egy másik leírás. A második igen. Teremtéstől. Ezért tudtam egy picit nehezen rangsorolni most a kérdéseimet, hogy ezt most hova tegyem, hát így a második helyre került ez a kérdés. No mindegy, de ez a bibliai részlet, amelyet idéztem, a gyökere és a kiinduló pontja annak, hogy a történelem folyamán szinte minden társadalom, és tulajdonképpen ez nem csak a kereszténységre vonatkozik, magasabb rendűnek tekintette a férfi embert. Hát mit gondoljunk erről ma, amikor az egyenjogúsági küzdelmek azok már szinte az egekig csapnak? Tehát van a biblikus alapja a nemek alá fölé rendeltségi viszonyának, és egyetlen mi az egyház tanítása ezzel kapcsolatban? Az asszony teremtése az egy gyönyörű bibliai jelkép vagy szimbólum, és a jelképnek a lényege az, hogy az emberből valami hiányzik. Az Úristen kiszakított egy darabot az emberből, ezt Ádámnak hívja még, tehát nem is, vagyis nem férfinek, hanem Ádámnak, embernek, ami egy kollektív megnevezés. És az ember vágyik arra, hogy ez a rész, ami hiányzik a szíve közeléből, ez visszatérjen. És ez a szerelem és a házasság, a kettő egy test lesz. Ezt akarja a jelkép elmondani, vagyis, hogy mi Isten szándéka a szerelemmel, a házassággal, azzal, hogy az ember két nemű. És a Biblia válasza az, hogy a szerelem egyé válás, két ember lesz egyé. Egymásnak adják a múltjukat, a jövőjüket, a fájdalmaikat, örömeiket. Tehát az alapkép a szerelemre és a házasságra vonatkozó bibliai gondolat, egy gyönyörű szép meghatározása a szerelemnek, ami nem csak ösztönök parancsa, nem csak futó érzelmek, nem csak egy szerződés arra, hogy majd gyerekeket együtt fölnevelnek, hanem sokkal mélyebb és sokkal elemibb két embernek az egyé válása, ami a szerelem kezdetén szinte magától két fiatalnak az ölébe hullik. A szerelem rózsaszínű kötfelhője, a fiatalság, a testi vonzalom, nagyon sok minden adja ezt, hogy alig kell érte valamit tenni. Később azonban rengeteget kell azért tenni, rengeteg idő, odaadás, figyelem, nagy lelkűség, megbocsátás kell ahhoz, hogy két ember között ez az egység, közelség megmaradjon. A jelképet a Biblia valóban férfi gondolatból elindulva fogalmazza meg. Van egyébként más, tehát a görög mitológia ugyanezt olyan módon mondja el, hogy a kezdetben az ember egyszerre volt férfi és nő, arccal összeragasztva négy kézzel, négy lábbal, és az istenek ketté vágták őket, és azóta mindenki keresi a párját. És ha megtalálta, ez a szerelem. Ez is nagyjából ugyanez a kép, hogy valamit kivágnak, aminek oda-vissza kell térnie. És a Biblia szimbóluma ténylegesen inkább kicsit a férfiből indul el, és onnan emeli ki az asszonyt. Nyilván férfiogű társadalomban vagyunk, illetőleg aki fogalmazza a Biblia könyveit, ez is mind tudomásunk szerint férfi. Azonban a képnek a lényege nem ez. Tehát ahogy említettem, nem az a lényege, hogy a férfi több lenne, mint az asszony. Nem is isnek, tehát nem férfinak nevezi, is a férfi, issá a nő, héber nyelvben, hanem Ádámnak, vagyis embernek, tehát a gyűjtő szót használja. Az összetartozásra viszont nagyon szép, talán szójátéknak is felfogható, ez az is-ise, tehát igen. A férfi és a nő, ahogy a betűkben, tehát a szó is egymásra utaltságot, egymásra hangoltságot jelez számunkra. Igen, ez ugyanannak a szónak a nőnemű változata az issá. Az alapjelentés, tehát pontosan inkább a két nemnek az azonos forrása és egyenértékűsége. Ez még világosabb az első teremtés történetben, ahol egyszerűen a Biblia azt mondja, hogy az Úristen a saját képmására teremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette őket, megáldott őket, és azt mondta, szaporodjatok, sokasodjatok. Tehát itt semmi különbségtétel nincs az első teremtés történetben.
Érdekes talán tudni, hogy a zsidó magyarázók erre nagyon is fölfigyeltek, és ebben látják például az egynejű házasságnak, a felbonthatatlan végérvényes házasságnak a megalapozását, amit például a kumráni közösség, ugyanúgy, ahogy az evangéliumban találjuk, nagyon is véd. Tehát azt mondja, hogy egy embernek nem lehet több felesége az élete folyamán, és az egyik érve az a teremtés, Isten nem egy férfit és sok nőt teremtett, hanem egy férfit és egy nőt, tehát egymásnak teremtette őket. A másik érve, talán nekünk kicsit mosolyogtató, a Noé bárkája, ahol szintén egy hím, egy nőstény ment be minden élőből a bárkába. De ami nagyon érdekes talán ennek kapcsán még, a Biblia rengeteg nagy női figurát ábrázol, tehát nagy hősei az üdvtörténetnek, nem csak férfiak, hanem nők. Nagyon szép az ábrázolása a pátriárk a feleségeknek, Sárának, Rebekkának és Ráhelnek, de gondolhatunk Debórára, aki a bírák között egy női bíra, tehát egy népvezér, aki Bárákot, a hadvezért, aki férfi, ő irányítja. Tehát ez érdekes dolog, egy nő a proféta, és ő mondja meg, hogy mit kell tenni a hadvezérnek. Aztán ilyen szent életű nő Rút, aki az anyósát, Noémit követi egészen Betlehemig, és aztán így lesz ő a messiásnak az egyik ősanyja. Eszter és Judit, akiknek külön könyvet szentel a Biblia, Hulda proféta asszony Jeremiás proféta idejében. Tehát nagyon sok nagy női figurája van az Ószövetségnek. És ugyanezt látjuk Jézus működésekor is, hogy megértsük Jézus magatartását a nőkkel kapcsolatban, nagyon világosan látni kell, hogy a környező kultúra és társadalom általában a nőket rendkívül lenézte. És ez különösen talán igaz volt az ókori zsidóságra. Van például ilyen mondása a Talmudnak, hogy jobb a Tórát a tűzbe dobni, mint egy asszonynak tanítani. Tehát nem lehetett rabbi iskolákban női tanítványoknak a helye. Néha egy-egy rabbi a saját lányával kivételt tett, és titokban tanította, de ez a kultúrától teljesen idegen volt. A nőt tartották a bűn forrásának, azt mondták, hogy már a haja és a hangja is parázna, és az ember számot ad minden fölösleges szóról, amit nővel váltott, még a feleségével együtt mondott szavakról is. Tehát alapvetően inkább negatív volt a kép a nőkről. Jézus pedig ezt a tabut áttöri, ahogyan a szamariai asszonnyal szóba áll, pedig a zsidók szamaritánusokkal nem érintkeztek, ahogy gyerekeket Jézus megáld, pedig a gyereket szinte ember számba se vették, hanem úgy tartották, hogy átmenet az állat és az ember között, még nincs értelme, szinte idomítani kell, ahogy az állatokat bottal kell nevelni, így tartották abban az időben. Jézus a nők kapcsán is megtör egy ilyen társadalmi tabut. Azt halljuk az evangéliumokban, hogy a tanítványai között vannak asszonyok is. Követik őt, gondolhatunk Mária Magdolnára, akit az ördögöktől, így mondja a Biblia, hogy hét ördögtől szabadított meg, Zsuzsannára, Szaloméra és másokra. Nem csak azért vannak ott ezek az asszonyok, hogy ennivalót készítsenek az apostoloknak, hanem mindenek előtt hallgatják Jézus. Tehát Jézus engedte, hogy őt kövessék asszonyok és hallgassák is. Nem választotta őket a 12 közé. Ez is egy nagyon világos szándéka Krisztusnak, ugyanis a papság az egy szentségi megjelenítője magának Krisztusnak. Tehát ő azt akarta, hogy folytatódjon az üdvösségnek a titka, jelen maradjon a történelemben szentségi módon, szentségi jelek által, és a papnak a személye az bizonyos értelemben magának Krisztusnak a megjelenítője, akár az eukarisztiában, akár más szentségekben. Krisztusnak, aki férfi volt. Tehát a legfőbb oka,
annak, hogy a pap férfi, az egész egyszerűen ez, hogy ez egy szentségi módon való megjelenítése Krisztusnak. Ahogyan abban sem szabad az egyház, hogy az eukarisztia anyaga kenyér és bor a Közel-Keleten, ez volt az alap étel, és ezt nem lehet rizssel vagy bármivel fölcserélni. Szentségi módon így tudjuk megjeleníteni ezt a titkot, így akarta Krisztus. És éppen így ebben sem szabad az egyházunk, hogy Krisztus férfiként jelent meg, az Úristen ilyen módon lépett a történelembe, és ezt próbálja a papság szentsége közvetíteni, megjeleníteni. Ugyanakkor az fontos látni, hogy az ősegyházban szintén nagyon sok és jelentős szerep jut asszonyokra. Gondolhatunk Fülöpnek a négy lányára, akik profétai tehetséggel megáldott lányok voltak, Evódiára és Szintikére, akik a Filippi levélben szerepelnek, főbe Diakonisszára, Priscillára, aki Apollót tanítja, és hát mindenekötte a Szűzanyára, aki a lehető legnagyobb méltóságot és üdvtörténeti szerepet kap, minden embernél sokkal nagyobb az ő szerepe. Ez is jelzi az, hogy a nőnek a méltósága az egyházunkban abszolút megvan, és ez a méltóság ez nem a papság szentségétől függ, hanem attól függetlenül is a szentek életében nagyon sok esetben megjelenik. Az egyház tanítása az, hogy a férfi és a nő méltósága egyforma. A jogai és a tisztelet, ami a férfi és a női személynek jár, az pontosan egyforma. Azonban az egyenlő jog vagy egyenlő méltóság az nem feltétlen egyformaságot jelent. Van valami fajta szerepbeli különbség férfi és nő között, ami elsősorban nyilván abból adódik, hogy a nő az, aki szül. És ezt nyilván nem tudja a férfi helyette megtenni, egy abszolút alapvető különbség, ami a nőnek az egész lényét átjárja, az érzelmi világát és a hozzáállását az emberi kapcsolatokhoz és az élethez döntően meghatározza. És ezért a nőnek egy kicsikét más a szerepe. Más a szerepe valószínűleg a családban. És Gyökösi Endre így fogalmazta ezt, hogy a férfi inkább a család feje, ami azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy mindent ő dönt el, mert egy jó házasságban mindent együtt döntenek el, tehát mindent megbeszélnek, és együtt döntenek róla. De valami olyasmit jelent, hogy vannak néha nehezebb helyzetek, nehezebb küzdelmek, amit inkább a férfinek kell a vállára venni. Mondjuk, ha elképzeljük, hogy a család egy hajó, ha viharban van a hajó, akkor az a normális, hogy a férfi van a fedélzeten, ő próbálja tartani a kormányt a viharban, és nem a feleséget küldi oda föl. A feleség az lent a kabinban főz, meg imádkozik. Tehát más a szerep egy ilyen helyzetben. Mondjuk, ha a családnak egy vitája van egy másik családdal, vagy nagyobb anyagi nehézségek, problémák, azt gondolom, hogy az a helyes, ha ezt inkább a férfi viseli. Nyilván persze minden párkapcsolat más, és vannak helyzetek, amikor a férfi ezt nincs ehhez adottsága, és olyankor a nő veszi át ezt a szerepet is. A nő pedig, Gyökösi Endre úgy mondja, inkább a család szíve. Olyan, mint a tűzhely, akihez mindenki oda jöhet, mindenkihez van neki egy jó szála, tehát összetartja a családot. Ez sem kisebb, mint a család fejének lenni, sőt, bizonyos értelemben sokkal fontosabb. Tehát más szerep, nem egyformaságot gondol az egyházunk, egyenlő méltóságot, de ezen belül kicsit különböző feladatokat